korhatár nélkül megtekinthető. Albert Flórián az egyetlen magyar aranylabdás labdarúgó. Pályafutása alatt végig 1952-től 1974-ig a Ferencváros játékosa. 1965-ben társaival megnyerte a Vásárvárosok kupáját, ami a magyar klubfutball egyetlen nemzetközi kupa sikere. 75-szörös felnőtt, illetve olimpiai válogatott. Bronzérmes az 1960-as római olimpián és 1964-ben az Európai Nemzetek Kupája sorozatban. Az 1962-es világbajnokság társ gól királya. Az 1966-os VB-n főként a brazilok ellen futballozott lenyűgözően, majd 1967-ben elnyerte az európai aranylabdát. Többszörös világ és Európa válogatott. 2007-ben róla nevezték el az Üllői úti stadiont. A nemzet sportolója, a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztjének kitüntetettje Budapest, Ferencváros, Erzsébetváros és Herceg-Szántó díszpolgára. Csak játszottunk, játszottunk önfeledten. Nekünk még a legnehezebb munka is játéknak tetszett akkor. Nem talált ránk az unalom. Nekünk minden fű, fa, virág maga volt a tökély. Vittük az ebédet az aratóknak, szaladtunk a boltba, mentünk a jószágok után, aztán meg minden szabad percünkben futballoztunk. Fociztunk a réten, fociztunk az iskolaudvaron, fociztunk a futballpályán. Az Albert dinasztia, a pálya összerakója is, a bátyai mind itt futballoztak ezen a pályán, és a Flóri ide járt ki, mind gyerek, másik gyerekkel együtt futballozni. Vélin Marin, gyermekkori játszótárs. A futballklubot ipartestületi tagok, vagy malmosok, vendéglősök szponzorálták. Ők adtak járművet, pénzt, meg sok minden egyebet, amit a klub fenntartásához szükséges, és a Jani bácsi különben is, a Florinak az édesapja nagyon bőlelkű volt zsebileg. Idáig volt, egészen odáig volt a malom. Tehát mink a Florival mindig itt voltunk. Bementünk a malomba például. Kiefer József, gyermekkori barát. Fogtunk szenet, segítettünk a fűtőnek, bementünk, segítettünk. Fölmentünk a negyedik emeletre, ahol volt a liszt, mindig mentünk valahol, húzgáltuk a zsákot, ilyeneket csináltunk a Flórival, de amikor foci volt, akkor nem számított. Hat és kilenc éves korunkban jártunk együtt iskolába a Flórival. Hát sok csintevést csináltunk, mert hát ugye gyerekek voltunk, mindenben részt vettünk. Kiefer Erika, osztálytárs. Akkor kezdődött az iskola fogászat 50-ben. Sose felejtem el, ugye bementünk, mindenkit megvizsgáltak, doktor úr. Na hát ugye beírták azt, hogy ötös, hatos, jobb oldal, bal. Hát nem tudtuk mi gyerekek, hogy mi az, ugye. Hát szépen néztük, úristen, 5-6, hát mondom, biztos annyi fogad tömnek, nekünk semmi. Flóri, gyere, megszökünk. Hát jó, menjünk. De hát azt mondja, és akkor, hogy mi lesz? Semmi, ne törődj vele. Mi fogtuk, jól végeztük dolgunkat, megszöktünk, visszajöttünk az iskolába.
Hát ugye nyugodtak voltunk, gondoltuk, hogy nem lesz semmi baj. Egyszer jön az igazgató bácsi, azt mondja, melyik fog van betömve? Egy is. Szépen megfogott bennünket. Fölünknek fogva visszavitt az egészségházra, és akkor meg kellett várni, őriztek bennünket. Úgyhogy hát ilyen dolgok voltak. Aztán az iskolában meg hát mindig a foci, a téma az csak a foci. Nem tudom, hány cipőt szétrúgott, hát meg volt neki a lehetősége. Ugye, és hogyha nem voltak partnerek, akkor hát én voltam az áldozat. És hát minden nap találkoztunk, mivel az édesanyja korán meghalt. Az én anyukám, meg az én nagyanyám, ők voltak a házvezetők. Ők főztek rengeteg embernek, ugye, mert hát a malomban is dolgoztak, és hetente sütött a nagyanyám 4-5 kenyeret, ilyen hatalmas nagy kenyeret, és akkor hát mink úgy el voltunk a gyerekek, volt neki 2 bátyja, ugye, és akkor hát azok is fociztak meg mindent, tehát úgy, hát a család mindig együtt volt, és akkor utána, mikor hát eljött az este, akkor elmentünk haza oda, ahol laktunk. Az Albert Fóri ebbe lakott a nagynénivel, ugye? És ez az? Igen, ez. Legtöbbször ő volt itten a nagynénivel, meg én voltam, tehát sokat itt voltunk. Na. Megunta, nem akart fasogatni fát, fogta és elment oda térre is. Délután itten fociztunk, a Flóri mindig a hátán hozta a foci cipőt, mert ez teli volt fákkal, ecetfálva, és itt volt a nagy derbi a gyerekekkel. Nekünk rongylabdánk volt, de viszont a Flórinak foci labdája volt. Deszecsár Száva, gyermekkori játszótárs. És alig vártuk már, hogy jöjjön este felé, ugye, hogy rendes labdával tudjunk focizni. El tudta viselni, hogyha más lövi a gólt? Hát nem nagyon, mert hát azért benne volt egy gőgtartás, de viszont a beszéd, mikor szóba állt az ember, akkor tiszta, lágy beszéde volt neki. A szemben lévő kapu, ami ott látható, az volt a Flórinak a kapuja. Innen kezdett el, amikor még alig látszott ki a földről, akkor hol a kapura rúgott labdát, hol pedig mi rúgtunk neki a többiekkel, akik itt voltunk, de rettenetesen sok gyerek volt itt. Tanakat csinált, hogy nem igaz. Ide le, meg tíze, másik felére. Nem tudom, azért mondom, ezt tudta csinálni. És kész. Ja. Mert jó, én megfogtam esetleg a labdát, ha nálam volt, akkor belerúgtam, ő így rálépett, csúgy, tehát ennek minden ment. Na, hát nem úgy, mint mink, hogy odarúgtuk, akkor ő, mondom így, ja, megpörgette ide, minden nál, tehát annyira tudta, hogy na, nem bírtuk utánozni egyszerűen, nem lehetett. Nem lehetett utánozni, nagyon tudta. Minket mindig átvert, akár merre mentünk. Megérzett akkor, hogy jött ide a nagynéni, utána megint oda. Ott volt mindig az első. De Százni nem jött velünk a klágyába, mert lehetett volna, de oda nem jött. Inkább fotballozott itt. Ha ketten voltak, akkor ketten fotballoztak. A focinak szerencsére sokáig nem lett vége. A gondtalan gyerekkornak viszont igen. Az édesapámat azt bezárták 3 évre, és utána államosították a malmot is, és nekünk onnan el kellett jönni. Albert János, testvér. Szegeden a csillagbörtönbe zárták be. 3 évet húzott le ott. Most mondjam azt ilyen koltvádak alapján, mert mondjuk ezt szokták mondani, de valami okot találtak arra, és nem őt egyedül, hanem még másik 3 embert is Herceg Sándorról. Itt volt a malomba, és akkor ütötték, várték, és ez így volt itt, a Jani bácsit. Ez így volt. Ütötték, várték, és akkor nem szégyeld magadat, meg így. Elloptad azt a malmot, meg mit tudom, pedig az övéké volt. Odaálltottak a kályhához, és akkor fölották a pufajkát, és akkor még verték, és akkor kulák, meg stb. Stb. És ezt mink a Flórival nagyjából hallgattuk, mert hát gyerekek voltunk, hát nem mehetünk, nem szökhetünk el. Ez mind, és akkor ez az emberben megmaradtam. Pedig nem voltak rosszabb emberek, mint a másik, meg a többi, tehát nem voltak olyanok. Na, nem tudom, mi kellett ezt bántani, hát igen. Ilyen rezsim volt akkor.
Elvették a malmot, álmosították, és akkor el kellett költöznünk az édesanyámnak a szüleihez. 52-ben költöztünk el Herceg-Szántóról, és akkor jöttünk fel Budapestre. Tehát ő neki természetesen, mert azzal megy az édesapám, és megy a testvérem, azokkal évek én is. Albérletben laktunk gyakorlatilag. Mikor én 51-ben bevonultam katonának, és Üllőn egy üllői fiúval voltam egy katonaságnál együtt, és az egy megveszekedett fradi szurkoló volt a Fülesnek, Füles Józsefnek hívták, és szóba került valahogy a Flóri, mert az volt a helyzet, hogy oda járt a Ligetbe, ugye ott laktunk az István úton, és oda járt a Ligetbe, és ott rúgta a labdát. És már mondtam a Fülesnek, hogy az a probléma vele, hogy iskola után az a legfőbb dolga, hogy kimegy a Ligetbe, és ott vizessen meg, ha folyjon haza. Hát azt mondja, te tudod, mit majd én beszélek a Száger Misi bácsival? És akkor egyszer szólt nekem, hogy mit tudom én, ekkor és ekkor megnézik a Flórit, és mondta is, hogy mikor lesz egy mérkőzése. Vittem magammal a kis barna tornacipőt, és Jóska oldalán beállítottam az Üllői útra. A toborzóból szinte csak annyira emlékszem, hogy rengeteg gyerek volt a lelátón, hogy aztán miként tanácsolták el a sokaságot. Nem tudom. Nekem Száger Misi bácsi, a legendás nevelőedző azt mondta, kisfiam, holnap 3-ra legyél itt. Elmentem az első mérkőzésére, és a balsérére tették. És nagyon megbevált a játéka, és utána aztán így sorozatosan lépkedett előre. Akkor még az volt a módi, hogy 3 hónapokra hosszabbították meg Budapesten a tartózkodási engedélyt. Kénytelenek voltunk eljönni, mert nem volt lakhatási engedélyünk, tehát nem lakhattunk még ott az albérletbe se, és úgy kerültünk mi gyakorlatilag Őszent Miklósra. És onnan jártunk be mi dolgozni édesapámmal, és ő is onnan járt be Budapestre a gimnáziumba. Minden nap reggel 3:30-kor keltem azért, hogy beérjek az iskolába. És úgy értem haza sokszor, hogy 2 órával többet tudjak aludni, hogy nyári edzések ugye befejeződtek 8:30-kor, Nyugatiból elment az utolsó vonat, utána csak Veresegyházáig ment. És a vasúti sínek mellett futottam, elmondom most az állomásokat, Erdőkertes, Őrszent Miklós felső és Őrszent Miklós. Hogy előbb hazaérjek 1 órával, 1,5 órával, mert az óra az könyörtelen. Nem csak, hogy egy gimnáziumba jártunk, ő negyedikes volt, én meg elsős, hanem az iskola válogatottban egyszer 3 percig úgy állt föl a csatársor, hogy Vadász Koltai Albert Molád Gyulai. És hát erre mindmáig nagyon büszke vagyok, bár rögtön egy kapukirúgás szállt felém, és le akartam venni, ahogy a nagyoktól láttam, és már indulni a ellenfél kapuja felé. Koltai Róbert iskolatárs. Sikerült akkora luftot rúgnom, hogy majd kiestem a dinamónadrágomból, mert az volt a divat ez a hosszú. És akkor az Albert Flóri, aki hát nem azért játszott az iskola válogatottban, hogy ott megváltsa a világot, főleg a fizikai jegyeiért. Tehát, hogy nem állt olyan jó fizikából, és inkább kihagyott valami fradi edzőmeccset, és velünk játszott. És akkor, amikor ezt a hatalmas luftot rúgtam, akkor a Flóri odaszólt, hogy nem baj, kis Koltai, hogy zengett a pálya. És akkor másnap a fali újságon az volt a cím a cikknek, hogy nem baj, kis Koltai. Tehát mert az Albert már akkor itt óriás sztár volt. De nagyon-nagyon népszerű volt, és szerény. Az osztálytársai, akik közül egy-kettővel most is jóban vagyok, igazából úgy emlékeztek rá, meg úgy beszéltek róla. Meg lehetett látni az udvaron is, hogy őt is föllökték, hülyéskedtek vele. Tehát nem volt nagyképű egy csöppet sem. Mire a 18. életévét betöltötte,
A Madách gimnázium maturáló diákja stabil helyet vívott ki magának szeretett klubja a Ferencváros csapatában. Ez persze nem csoda, hiszen a zsenialitását nem lehetett nem észrevenni. Szervusz! János Kali barátom! Öregem, ott én labdát szedtél nekem! Sajnos, hogy tekint, hogy ez korábban abban kellett hagynom, illetve korán születtem ők, és nem tudtam vele együtt játszani. Rudas Ferenc, ferencvárosi és válogatott labdarúgó. De hát egy olyan képességű játékos volt, és mint ember is, hogy egész sima szó lenne, ha azt mondani, hogy bár úgyis nem tud mennyi lenni ilyen, mert utánozhatatlan, másolhatatlan, pótolhatatlan. Most ellentámadás. Albert a tehetséges jobb összeköző kapja a labdát, aztán Dalnoki kezdte a labda útja, majd újra vissza előre Alberthez. Albert most remekül megy el, Kleiban üldözi, mégis Albert lesz a győztes a jobb összeköző fejével, a másik oldalra Virezsán lő, azonban Kók egy remek elvetődéssel hárít. A játékáról kivívta magának. Fenyvesi Máté, ferencvárosi és válogatott játékostárs. Hogy mi odafigyeljenek rá, és hát ő volt a meghatározó. A Flóri a Népstadionban, akkor Népstadion volt még. Grosics Gyula, válogatott csapattárs. Körülbelül olyan 6-8 méterről be, egy beívelt labdát kapásból úgy bevágott, hogy a fejem majdnem ledarált. Egyszer csak arra ébredtem, hogy ott állok a nagy csapat öltözőjében, a nagyok között. Némelyiküknek még labdát szedtem, most pedig én, Albert Flórián, Hercegszántóról velük fogok játszani. Istenem, hova jutottam? 18 éves korában az érettségi előtt állt, és azt mondtam neki, hogy ha leérettségizel, akkor a svédek ellen az itteni őszi meccsen jársz, be fogsz mutatkozni a válogatottba. Baróti Lajos, edző. Leérettségizett, úgy is történt. Mintha golyós csapágyon gördülnének, úgy mennek előre az akció. Ott van Fenyvesinél a labda, aztán Tihé. Egy vonalban fut az öt magyar játékos, Albert kapja meg a labdát, aztán Göröcsé, Görös elhúz a kapus mellett, lő, gól! Az én szövetségi kapitánságom alatt, ha nem volt beteg, nála minden mérkőzésen játszott az Albert Flórián. Belgrádban a magyar-jugoszláv mérkőzésen vagyunk. Albert fejel, gól! Itt ismerte meg a nemzetközi sportvilág Albert Flórián nevét. A 18 éves magyar csatár most esik át külföldön a tűzkerességen. Sikerrel! Három remekbe szabott gólja közül a második is fejesből születik. És végül a harmadik Albert gól a magyar-jugoszláv mérkőzésen. Tihinél van a labda, továbbadja Alberthez. Albert kicseleti a rátámadó játékos, aztán még háromat egyszerre, elfordul balra, aztán balra lő, gól! Magyarország 4-3 arányban győzte le a Német Szövetségi Köztársaság csapatát. Albert Flórián befért volna az aranycsapatba? Te képességi alapján be. De bennem sajnos egy kérdőjel fogalmazódik meg, rögtön hova? Melyik posztra? Aztán Albert fejel, springet kapus éppen csak, hogy kinyomja a labdát a réc fölé. Újabb remek, Albert lövés a kapufán csattan, és a félidő eredménye 0-0. Aztán Albert megy előre a labdával, lövés, gól! Óriási gól, 1-0! Újabb magyar támadás látunk, ott van Sándornál a labda, a jobb szélső befelé tör vele, aztán Alberthez játszik, Albert gyönyörűen megy el, két ember mellett, lő, gól! Végeredményben Magyarország válogatottja, 2-0 arányban győzött. A hercegszántói fiú hamar meghódította a fővárost. A futballpályán minden könnyedén ment, azon kívül viszont
távolról sem voltak ideálisak a körülmények. Még úgy sem, hogy a család Őrszent Miklósról visszaköltözhetett Budapestre. Jelentős volt az életszínvonalbeli visszaesés Hercegszent után? Ha hogy a csodában, ne? Hát ott jó módban éltünk, malomtulajdonos volt az édesapám a testvérével együtt, jó módon emberek közé tartoztunk, az első 10 között voltunk talán Hercegszenton. Ő ezt így fogadta el, és tudomásul vette, hogy ennek így kellett lenni. Itt a Valéria teremben kaptunk egy tanácsi lakást, és ennek is előzménye, hogy akkor már nem bírtam, mert született a kisugom, és 80 a föld alatt, ugye, pincébe, ahol Esztergom, Maró gyaluggépek voltak, és beton. És ami volt szőnyegünk, az is elrohadt. A stadionokban mindebből semmi sem látszott. A zöldfehér 9-es ontotta a gólokat, és a második, valamint a harmadik teljes NB1-es szezonjában is gólkirály lett. Sokáig forgolódik, és az újpesti védelem tereli, de újabb ferencvárosi támadás, benn van a labda a 16-oson belül, Borsányi kifejeli, Alberté, Albert lő, gól! Egerbe kerültünk le, és mikor az első akkor a bevonulásra is lementünk. Mésző Kálmán, barát, válogatott csapattárs. És akkor volt az egyik nagy főnök, valamelyik ezredes is, nem Albertot mondott, meg Mészőt, hanem az Alberti meg a Mészőli elvtársak jöjjenek be hozzám. És akkor mondta, te, mi vagyunk ketten ezek, de beágyaztak neki, érted? Szóval olyan dolgaink voltak, hogy csodálatos egyéniség volt, egy higgadt, egy nyugodt, egy jó lelkű, jó szívű, ez hihetetlen, hogy milyen srác volt. Hát fél reggelig tudnám mesélni, pláne itt, mikor a stadionba bejöttünk, és ugye most így itt vagyunk és nézzük, megyünk ki, azt mondja nekem, öreg, mi van? Mondom, hogy mi van? Azt mondja, meg vannak sértődve ránk. Mondom, miért? Hát azt mondja, 60 ezernél nincsenek többen. Flóri, ahogy már az egész ország hívta, 1963-ban ért fel először a csúcsra a Ferencvárossal. Majd egy évvel később ismét bajnoki aranyérmet szerzett. Bajnokavatás a Népstadionban. A Ferencváros nagy pontfölénnyel biztosan nyerte meg a labdarúgó bajnokságot. A Szeged elleni győztes mérkőzés után lelkes közönsége méltó ünneplésben részesítette a 14 év után újra bajnokká lett csapatot. A túttörők kedvencüket Albertet veszik körül. A bajnokságot kivívó játékosok önfelett örömmel köszönik meg hálás közönségük lelkes kitartását. ...1965 újabb jelentős állomás mind Albert, mind a zöldfehér klub életében. A középcsatár hazai bajnokságban megint gólkirály lett, csapatával pedig nemzetközi kupasorozatban diadalmaskodott. A Fradi sorra ütötte ki nagy hírű ellenfeleit. Majd többek közt az AS Róma, az Athletic Bilbao és a Manchester United búcsúztatása után a torinói Juventust otthonában legyőzve hódította el a Vásárvárosok kupáját. A finálé egyetlen találatát ugyan nem Albert jegyezte, de a győztes gól megszerzésében így is döntő érdemeket szerzett. Ekkor már annyiszor kilökték a Flórit, hogy a Flóri rettentő dühös lett, mikor kilökték. Én érkeztem, és pont be tudtam fejelni a labdát, és ment a bírónak, hogy reklamált, akkor a Gyula fogta le, hogy hagyjad, hát megadta a bíró, gól van. Nem túl gyakran, de azért máskor is előfordult, hogy a közönség kedvenc kijött a béketűrésből, többnyire azonban úgy a pályán, mint azon kívül is, a humoránál maradt. Florinak nem ment úgy a játék, és Odó bácsi többször kiszólt, mi van veled, Flóri, hát nem megy, és a Diós György nyomott. Takács Tibor, az FTC volt alelnöke. És gyakorlatilag döntetlenre állt még 2 perccel a befejezés előtt a meccs, és a Dodó bácsi úgy ítélte meg, hogy hát jó az a
döntetlen nekünk most, mert a Diózsa rettenetesen nyom, az, hogy a Flóri, ha már semmit nem csináltál a meccsen. Szóval most akkor próbáld eldugni a labdát, kerüljön hozzá, dajkáld, húzd az időt. Jó, Dodó bácsi, húzom az időt. Oda került a Flórihoz a labda, és egyszer csak a kezdő körből megindult a kapu felé. Dodó bácsi oda kiáltott neki, hogy hát Flóri, hát húzd az időt, nehogy elveszítsd a labdát. Flóri csak ment, oda került a 11-es pont közelébe, még tovább két csel, és berúgta labdát. És utána kiszólt, az Dodó bácsi, jól húztam az időt. Lehet, hogy az ilyen történetek miatt is, lehet, hogy másért, a szurkolók körében elterjedt, Albert könnyen viccelődik, hisz a tudásával, a csapatban betöltött szerepével nagyon is tisztában van. Ezért mindegyik edzője fejére nőtt. Volt-e konfliktus az edzők és Albert között? Nem volt. Gyetvai László, ferencvárosi és válogatott labdarúgó, edző. Soha nem volt. Nem tudom elképzelni, mert elsősorban is azért én is, mint tartalékedző. Tehát mindent nőről tudtam. Csak úgy, mint a Ferencvárosban, a 60-as évek első felében Albert válogatott mezben is szorgalmasan termelte tovább a gólokat. És most nézzünk meg néhány magyar szempontból biztató mozzanatot a Magyarország Német Demokratikus Köztársaság világbajnoki selejtező mérkőzésről. Az első negyed órában a magyar csapat jól játszik és sokat támad. Potászi a labda, előre teszi Alberté, Albert balla lő, gól! Remek támadás, nagyszerű gól! A világbajnokságra készül, alapos, gondos tervek alapján a magyar labdarúgó válogatott is. Baróti Lajos szövetségi kapitány irányításával sokszínű, változatos edzéseket tartanak játékosai. Nagy szerepet kap az edzéseken a gimnasztika. Jó erőlét, kifogástalan kondíció nélkül ugyanis, halvány remény sincs a sikerre. A sűrített bajnoki program után fokozott lelkesedéssel vállalják a játékosok a világbajnoki felkészülés kemény munkáját. Aránylag jó talajú pályán kezdődhetett meg a magyar-angol találkozó, a magyar együttes első világbajnoki mérkőzése. Albert egy játékost kicselezett, tör előre, ott van az angol kapunál, lövés, gól! Magyarország 2-1 arányban győzött első világbajnoki mérkőzésén Anglia ellen. Ezúttal a Nemzetek Kupájáért mérkőzik Magyarország és Wales csapata. A magyar csatárok már a mérkőzés elején ötletes támadásokat vezetnek. Alberttől Sándor kapja a labdát, a jobb szélső az alapvonalról keresztbe ad, Tihi hátrahúzással középre továbbít, és a berobbanó Albert 14 méterről védhetetlen gólt lő. 1-0 Magyarország javára. A 60-as évek közepére nemigen akadt népszerűbb ember Magyarországon, mint a Ferencváros és a Nemzeti 11 középcsatára, akinek pazarnál pazarabb trükkjeit, mutatványait munkahelyen, tereken, kocsmákban csak mint a Flóriét emlegették. Aztán egyszer csak új becenevet kapott. Egy nevet, amit nem vitathatott, és nem is vitatott senki, hisz a játékával mindenkit lenyűgözött, és mindenkin uralkodott. A császár. Amit a közönségtől kapott ő nevet, Géci István, ferencvárosi és válogatott játékostárs. Azt végig méltósággal és tisztességgel kezelte, és adta vissza a közönségnek. A mérkőzés elején még boldogan lengették Hamlet utódai a dál lobogót. Egy szép solymosi szerelés után Albert indul ellenállhatatlan rohamra. Gólját külföldi vendégeink is elismeréssel fogadják. Fenyvesi ott jár az osztrák kapunál, pompás cselekkel igyekszik jó helyzetbe kerülni. Most megindul az alapvonal felé. Beadás, Albert jól érkezik, gól! 1-0 Magyarország javára! Soha nem mondtuk azt, hogy császár. Rákosi Gyula, barát, ferencvárosi és válogatott játékostárs, és Szűcs Lajos, barát, ferencvárosi és válogatott játékostárs. De meg a civil életben se szálltam, abba hagytuk, akkor sem volt császár, valahogy nem olyan barátságos, mint a... Mi van, Florikám, menj a... Na, szóval így. Mint védő mondhatom, hogy a Flóri ellen játszani mindenkinek kegyetlen volt. Elindult egy labdával, és
Hát elment mellettem, csinálta a cseleket, ha megettem, és utána nem úgy ráment volna tovább, mert el is csúsztam és elestem. És erre visszajött, és neki vezet, nekem vezette, és hát önként is beleütöttem a labdába. Hát persze berúgták a 11-est, és aztán utána jöttek, mikor a vendéglőben voltunk Rákosékkal, meg a többiekkel. Öreg, az én jobb kezed volt, vagy a bal kezed, meg akkor tudod, megy az Rika. De hát ez olyan, hogy mondjam neked, nem volt egy kellemes dolog egy mészőnek ilyen, ugye, hogy fú, hogy az Albert mit csinált, de annak volt egy sava borsa, annak azt el kellett fogadni, amit a Flóri ahogy csinálta, és ahogy csinálta. A 26. magyar-olasz válogatott labdarúgó találkozón vagyunk, és ez a néhány kép is megmutatja, milyen heves volt a harca népstadionbeli mérkőzése. Középre terül a labda, Albert néhány lépés tesz vele, aztán balla lő, gól! Hatalmas gól, mint a gyerekek úgy körülnek a fiúk a vezető gólnak. 1-0 az eredmény Magyarország csapata javára. A Flórihoz nagyon sokan ragaszkodtak és tapadtak, ugye, mert hát az Albert volt az ász, hát ezt tisztában kellett lenni, meg a császár, minden. És ez jó indulatulag volt, tehát nem az, hogy most ne ő a császár, nem. Ezen kis alattvalók voltunk mellette, természetesen, és nagyon tiszteltük, nagyon szerettük, és hát ez ráragadt mindenkire tulajdonképpen, és ha jött valaki új játékos, azt lehetett látni, hogy soha egy rossz szót, vagy egy rossz mozdulatot, vagy valamit, hogy ki ez, meg mi ez, vagy hogy van. Szóval nem, ez egy más időszak volt, és egy más millióbe voltunk mi. Southport, kedves kikötőváros Anglia nyugati részében, közel Manchesterhez és Liverpoolhoz, a magyar futballcsapat mérkőzéseinek színhelyeihez. A magyar fiúk első sétája a városka jellegzetes házai között. A My Fair Lady itt is telt házakat vonz, akár csak Budapesten. Ha nem is a hálóba, a golfpálya lyukaiba minden esetre beletaláltak a fiúk. Elindult a magyar csapat autóbusza, és hogy meddig jut el, talán éppen erre gondolnak az autóbusz utasai. Albert, number 9. Oh, look at this player. He's a charmer. Ott volt előttem a labda, a szerelmem. Mintha csak ment volna a saját feje után. És mintha lejtett volna a brazilok kapuja felé a pálya. A labda ment, én meg mögötte. Egymásra találtunk. Egy ritmusra mozogtunk, együtt lélegeztünk. Időnként átadtam neki a szeretetemet, aprócskát módosítottam a futásán, és szinte nem érdekelt, hogy körülöttem emberek vannak. Emberek, akiknek egyik fele el akarja tőlem venni a szerelmemet. Legemlékezetesebb a brazil, egyrészt nekem is, másrészt pedig lenne, ahogy tudom, hogy játszott, hogy állt hozzá a játékhoz. A Jancsival beszélgetett a farkasra, hogy foglak tenni, hogyha ez van, vagy az van. Szóval az egy fantasztikus dolog volt, de a másik az volt, hogy pedig egy vagány srác volt, tehát nem volt egy ilyen betolyós, és jött a 11-es, és nem én voltam, ő volt kijelölve 11-es rúgóra. Ránézek, szóval mi van, rúgod? Mondja nekem. Mondom, te, az a rúgjad. Sikerült elcsípni Puskás öcsit, és mi a véleménye a mai mérkőzésről, a ma nyújtott teljesítményről. Láttam egy futballistát, aki szerintem, ha így megy tovább, és ilyen akarattal játszik, hamar a világklasszisok közé tud kerülni. Ez Albert Florian, aki engem nagyon meglepett, láttam többször játszani, és egész gyöngén játszott, ma viszont úgy játszott, mint egy egyetemi magántanár, ahogy mi szoktuk mondani abban az időben, úgy futballozott, ahogy egy futballistának játszani kell, úgy védte a hazáját, ahogy egy futballistának, aki kimegy a pályára adrezébe, ahogy védeni kell. Two points doesn't tell the whole story. This has been a magnificent performance, and the crowd now chanting Albert. Meccs előtt hogy készült? Nagyon csöndesen. Szóval itt inkább a Rákosi Gyuszi az volt, akivel úgy tudtunk, úgy. A Flóri az nem, ne idegeske. Ja, és a másik, a nagy Duma, hát az fantasztikus. Te, a labda izzadjon.
Tehát mikor szokták neki mondani, hogy csípőre volt a keze, igen, mert ő tudta, hogy mit kell csinálni, és ez is egy jó duma volt, hogy labda izadjon, nem mi. And the whistle goes. This great match has ended in a victory for Hungary, 3-1. Akash Mazzoli from the penalty spot. There's Mazzoli with his arm in his sling. Where the goal scorers, the Stau scored for Brazil, and the crowd rise to these two great teams. Ave! 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 Az angliai világbajnokság után Albert továbbra is bombaformában futballozott. A Ferencváros két év szünetet követően 1967-ben visszahódította a bajnoki címet a Vasastól, amit azonban még egy futballtörténelmi találkozás előzött meg. Most ezt megmutatom neked, és lapozd fel, 1966-ot írunk, és december 6-a. Ifjabb Lakat Károly, újságíró. Az ominózus nap, amihez én legalábbis azt kötöm, hogy a Fradinak a későbbi egészen kivételes sikerei és 67-es hallatlan nagy menetelése az ehhez a naphoz és ehhez a naplóbejegyzéshez köthető. 14 óra. Albert Flóri nálunk. Tehát az érdekes, mert 1966. december 6-án íródik. Édesapám 67. január 7-én tartja az első edzést a Ferencvárosba. Ő, amikor ez a találkozó itt, ahol mi most ülünk, ebbe a szobába létrejön, ő még az MTK edzője. Az MTK edzője, de már leszerződött a Ferencvárossal. Na most a Flóri akkor az istenek istene volt a csapat körüli történéseknek az alapvető meghatározója, de valamiért fontosnak tartotta, hogy az új edzővel nem a pályán, nem a szertárban, nem egy presszóba, nem valami eldugott helyen, hanem az edző lakásába találkozzon. Az öreg elmondta, hogy Flóri, izzé porrá foglak törni a többiek előtt minden alkalommal, azért, hogy a náladnál sokkal kisebb tudású, de sokkal nagyképűbb játékosok pontosan lássák, hogyha ezt az Alberttal meg lehet csinálni, akkor vajon mi vár én rám? A Flóri meg elmondta neki, hogy soha senkinek ne higgye el A, hogy én az edzőket meg akarom buktatni, B, hogy morzsányira is létezne Albert és Varga ellentét. Mert itt most jelentem, hogy ezt kreálják, ezt csinálják, ez nincs. Legalábbis a részemről, mármint az Albert részéről. Ebbe a beszélgetésbe megalapozódott két embernek egy olyan szakmai és emberi barátsága, ami aztán kint a pályán fantasztikusan kamatozódott, abba én halálbiztos vagyok. A legfényesebb zöld csillag ezután a bajnoki cím mellé egyéni elismeréseket is besöpört. A Flamengónál vendégjátékon vett részt, mert Brazíliában úgy látták, tőle még a legnagyobb ottani sztárok is csak tanulhatnak. Az év végén pedig meggyőző fölénnyel bizonyult legjobbnak az európai aranylabda szavazáson. Ezt az elismerést se azelőtt, se azóta nem kapta meg magyar labdarúgó. És megkapta, nagyon örültünk neki, de semmi nem lehetett észre, hogy most aranylabdás úgy a csapatnál, a civil életben, mintha nem is kapta volna meg. Hát tudtuk, hogy megkapta, csak mégis nem hivatkozott azzal, hogy ő aranylabdás. Nem változtatta meg a Forrestnek az egész lényét tulajdonképpen. Megkapta, igen, és ugyanúgy beállt, ugyanúgy hajtott, ugyanúgy busztolt, válogatott szinten, klubszinten. Mikor például 67-ben megkapta a aranylabdát. Szőke István, ferencvárosi és válogatott játékostárs. Megkapta, és akkor azt mondta, fiúk, ez a labda, igaz, hogy ezt én kaptam, de te és nem sorolta neveket, csak mondogatta, hogy ez nélkületek, ez nem jöttet volna létre. Az 1967-es aranylabda szavazáson Albert Flórián mögött két korábbi győztes, az angol Bobby Charlton és a portugál Eusébio második, illetve ötödik lett. A későbbi kétszeres aranylabdás másik császár, a német Franz Beckenbauer a negyedik helyre futott be.
Nem sokkal később Albert a világválogatottban lépett pályára, és gólt is lőtt a házigazda Brazília ellen. Jeste, ovaj, bio sam sa u sobi zajedno sa Florianom, on je... Dragan Džajić, világválogatott jugoszláv labdarúgó. On je govorio srpski jezik, zatim smo igrali tu utakmicu i ja sam u jednoj lepoj kombinaciji centrirao i Albert je dao izjednačujući gol. Jeste upravo tako, upravo tako i ja sam uvijek pratio gdje je on i šta radi, tako da i on znao za mene. Čuli smo se nekoliko puta telefonom dok je on bio u Ferencvarošu, ja u Crvenoj zvezdi i kažem vam, u ovim prilikama, obzirom da živimo u dve različite države, ipak smo održavali prijateljstvo, što mi je posebno drago. Prije svega radi se o jednom od najboljih svjetskih fudbalera, radi se o jednom izuzetnom čovjeku i radi se o jednom fudbaleru koji je ostavio neizbrisiv trag u mađarskom fudbalu, u evropskom i svjetskom fudbalu. A magyar csapat és a mezőn legjobb játékosánál Albert Floriannál a labda. A hollandok egyszerűen nem tudják feltartani. Káprázatos, ahogy játszik. Méltársa 60 percig Göröcs. A két labda zsonglőr nagyszerű dolgokat csinál. Mentünk ki a stadionba, a szobrok közé melegítettünk, és hozzá nem ért egyszer se a futballlabdához. Gurult felé a labda, ott hagyta és tovább futott. És akkor mondta, hogy nem itt kell hozzáérni jól a labdához, hanem majd benn ott az igazi küzdőtéren. Albert és társai labdaérintései 1968-ban is bajnoki aranyérmet jelentettek a Ferencvárosnak, és a klub megint VVK döntőt játszott. Nem véletlenül tartják sokan úgy, hogy az volt minden idők legjobb ferencvárosi csapata. Szerencsés vagyok, hogy a világ legjobb játékosával játszhattam együtt majdnem 10 évet. Juhász István, ferencvárosi és válogatott játékostárs. Voltak olyan meccsek, amikor direkt meccs előtt mondta, hogy ha tudod, hogy például a Honvéd ellen játszunk, és a Marosi meg a Tusinger ott rajtam fog csüngeni, és akkor gyere, mikor hozod a labdát, én elviszem őket, és akkor add fel a labdát fejre, visszafejelem neked, és akkor már is jöhetsz. És először csak úgy gondolkodtam, hogy is lesz ez, mind lesz. Ezért csak látom, hogy húzódik, és azt mondja, hogy jöhet. Rúgtam a labdát a fejre, visszafejeltem, magam elé vettem, és már is bent volt a labda. És akkor döbbentem rá, hogy szenzációs. Ez csak egy olyan játékos tudja megcsinálni, elmondani, előtte átérezni az egészet, akinek a kis ujjában van minden taktika és az egész játék. Dózsál, majd Vasasán játszottunk, és jobbról-balról, nem akartam számnak valaki berendezni, és jobbról-balról fogták a gatyáját. Mondom, ezt nem hiszem el. Branikovic a lét alá fejel, gól. Magyar csatároktól ritkán látható jelenet, Albert Szerel. Mint a sakkba, amikor a lépéseket előre kell tudni, tudod gondolkodni az ellenfél fejével, és három lépésen megelőzte őket. Branikovic László, ferencvárosi játékostárs. Tehát ő úgy átlátta a pályán való történéseket, persze azért ez kellettek partnerek is, de mint egy karmester vezényelte azt, hogy te önkéntelő, hogy helyezkedjél. A másik öt csatár, hogy innen azok ne álljanak a pályán, hanem valami elterelő hadműveleteken helyezkedjenek, és akkor abból ő kiválasztotta az másik négy lehetőségből a legjobbat. Szöveggel is irányított? Igen, igen. Volt pozitív is, volt negatív is. Hát volt, amikor egy pászor engem is ledorongolt. Még a kezdetén, keményen. Vissza lehetett szólni? Nem. Hát ez is a tisztelet is máskülön, és hát azért az ember tudta, hogy igaza van. Hogy is lehetett volna egy ikon szavát megkérdőjelezni? Egy ikonét, akit még a hibáival együtt is mindenki elfogadott. Egyszer mondtam neki, már akkor nem mi játszottunk együtt, illetve hát én nem játszottam már.
hogy Flóri, van egy rossz szokásod. Mi, ilyen hirtelen a meglepetésekre úgy reagált. Mondom, az, hogy leácsorgod a tehetséged 50%-át, és érdemére, vagy előnyére mondva nem tiltakozott a bírálat ellen, lenyelte, hazavitte, és otthon lehet, hogy sírt is, nem tudom. Amit a közönség a legnagyobb hibájáról rótt fel, ez a bizonyos néha megállok, néha egy kis úgy néz ki, de nem csinálok semmit, egy szakember, egy edző számára teljesen másképp jön le, mert pontosan tudta, hogy lehet, hogy most csípőletet kizáll a félpályán, de 3 perc múlva a 16-oson belül ő lesz az, aki mindent eldönt. És az esetek többségében így is volt. Amikor az első válogatott meccsemet játszottunk itt a akkori a Népstadion, a Puskás stadion most ugye. Dunai Antal, válogatott csapattárs. A Csehszlovák ellen VB selejtezőt játszottunk, 2-re nyertünk, az első percben mindjárt az első válogatottságom alól rúgtam egy gólt a 14. percben, és a Flória mérkős vége felé fejelt egy gólt, és 2-0-ra győztünk. Válogatottja tehát a Népstadionban, 2-0 rendezés, az első világbajnoki selejtező mérkőzésünkön, Csehszlovákia válogatottja ellen. Nem is olyan nagy dolog a foci, egyet nem tudok még Flórikán, hogy kerül a hálóba a labda. A császár népszerűségét már nem igen lehetett fokozni. Talán csak a legmenőbb táncdal énekesek vetekedhettek vele. Van időm, hangversenyre járok, na és ugye rádió, sokszor hallgatok, akárhogy is nézem, az a véleményem, én már csak a focinál maradok. Minden nap fényes volt. Aztán derült égből villámcsapás. Ketté tört a csodálatos karrier. A hosszú haj a legnagyobb gond, nem is olyan nagy dolog az éneklés, egyet nem tudok még lacikám, hogy... Dániában játszottunk, és bokám kifordult, még engem ápoltak ki, a masszőr meg az orvos nézegett, hogy mi van, hogy nem tudok játszani, nem tudom folytatni, cserét kértünk. A Flóri egyedül kiment, a kapus a szembe volt, és elütötte őt, és akkor lett neki a térsérülés, és együtt cserítek le bennünket. Sajnos a koppenhágai sérülése elég hamar bekövetkezett. Bálint László, ferencvárosi és válogatott játékostárs. És az azért egyrészt nagyon sokat ki kellett neki hagynia miatta, másrészt pedig azért az maradandó nyomot hagyott benne. Orinál ez egy roppant súlyos sérülés volt. A sérülés és a közel egy évig tartó lábadozás után Flóri, hisz mindenki így hívta, a következő 5 évben már csak 6-szor jutott szóhoz a magyar válogatottban. A Ferencvárosban sem volt már a régi. Kevesebb gólt lőtt, óvatosabban játszott, de időről időre mindig felvillantott valamit kivételes klasszisából. Ezért a szurkolók továbbra is rajongtak érte. Mindenki letegezte őt érdekes módon. Albert Magdolna, Albert Flórián lánya. Mentünk az utcán, vadidegen emberek, szia Flórikám, és úgy kezdtek el vele társalogni, mint a legrégebbi barátjuk lett volna. A nagy csapatnál eleinte az öregebbeket nem is tegezhettem. 1958 karácsonyának környékén első nagyobbakkal tett túrámon hoztam, vittem a szerelést Rákosi Gyuszival, este pucoltuk a cipőket az egész csapatnak. Nem volt megalázó. Dékány például másfél év után jött oda hozzánk egy deciborral a meccs után, hogy na, srácok, ígyunk per tut, most már tegezhettek.
hogyha játszott, az ellenfelek megrettentek, a mi csapatunk játékosai meg fel volt a fél. Itt van közöttünk, hát nagyobb baj nem lehet. Kő Lajos, ferencvárosi és válogatott játékostárs. Nagyobb baj nem lehet, mert ő ott van, és akkor a nem helyzetekből is tudott gólt rúgni. Ezért volt Albert. Ezért volt császár. Zseniális volt. Tehát az nem az a gól, nem az a gól király volt, aki kiugrott, buf, és akkor kitörj, és akkor szétrúgja. Ő nem bombázott, hanem célzott, lőtt és helyezett. És ez hihetetlen, tehát ez a játék intelligencia hihetetlen nagy gólerőséggel párosult. Neki számára tényleg mindegy volt, hogy irányítani, vagy befejezni. Ilyen ritkaság, mert vagy valaki befejező csatár, vagy valaki ugye középpályás, úgymond. Puskás volt még ilyen. Megkövetelte a pontosságot. Muha József, ferencvárosi játékostárs. Ő ugye az aranycsapat árnyékában nőtt föl, és azt a generációt képviselte, hogy amikor volt egy pontatlan átadás, akkor nem nagyon lóholt a labda után, hanem csak így mutatta, hogy milyen színű ez. Mint anno, annak idején az öcsi bácsiék is ezt megtették. Nem nagyon nyílott meg, tehát nem volt az az oktató stílusú ember, játékos, aki úgy a szárny alá vette volna a fiatalokat, de azért egy-egy gesztusából nagyon sok mindent lehetett tanulni. Megtartotta a három lépést, de mégsem. Ezt olyan, azt úgy nem lehet elmondani. Nyilasi Tibor, ferencvárosi és válogatott labdarúgó. Tehát olyan igazi nagy megasztár volt, de ugyanakkor megbarátságos. Ugye végigköszöntem, végigmentem mindenkihez az öltözőbe, és bemutatkoztam, hogy ez vagyok. És akkor valaki azt mondta, hogy nyugodtan tegezzél, valaki azt mondta, hogy magázzon. És a Flóri bácsi az első pillanattól kezdve azt mondta, hogy nyugodtan tegezzél, hát közénk tartozol. Szóval ilyen kicsit aprónak tűnő, de óriási töltést adott az embernek. Mit jelent a magyar labdarúgásnak Albert Flóri? Teljesen egyértelmű, hogy ugyanazt, vagy majdnem ugyanazt, mint Puskás öcsi. Az ő személyisége sokkal többet jelentett, mint hogy a pályán 90 percig láttuk őt. Emlékszel, hogy volt az akkor, zúgott a Népstadion. Szepesi, Gyuri is tombolt a góljainkon. Bezony, aztán pár pohár sört ittunk, mert egy még nem volt elég. Hallgattuk a gomba fejű Beatles muzsikát, s átmulattuk az egész éjszakát. Képzeld, a Fradi melegítőbe kérlek szépen a Revue bárba a mennyasszony táncot. A csapat meg edzőtáború. Tehát ez nem túl. A probléma az volt, hogy ott jött be a hibapont, hogy pontosan a budapesti honvéd ellen készültünk, és mit ad Isten, a Maxim bárba is reggel fele még egy kicsit felléptünk, kérlek szépen, és melegítő, annak se kell. Frölik doktor, kérlek szépen, és a Tihy Lajos ott volt. És kérlek szépen, sajnos elmesélték a mi vezetőinknek is ezt a történetet. Akik megvárták először, mi lesz a meccs vége, mert ha győztünk volna, azt mondta, gyerekek, többieknek is ezt kellett volna csinálni. Sajnos nem mi győztünk ott. Egyszer játszottunk egy magyar kupa döntőt Újpesten Tatabányával, és kettőre nyertünk a Újpesti stadionba. Vépi Péter, ferencvárosi játékostárs. És talán erre azért emlékszem még jobban vissza, hogy mert ott az egyik gólt én rúgtam. És a Fori aztán Tatabánya kiegyenlített, és akkor az utolsó percben Fori ellopott egy labdát, és berúgta, így nyertünk kettő, és így lett minyek a magyar kupa. Talán ez a meccs, meg talán a búcsú meccse is benne van, mikor kicsit szipogva, de úgy hoztuk le a vállunkon a Florit a pályáról. Összekapaszkodtunk, Florit fővettük nyakunkba, aztán hoztuk le. A császár pontosan úgy búcsúzott a magyar bajnokságtól, ahogyan 16 évvel korábban bemutatkozott. 1974. március 17-én még egyszer, utoljára gólt lőtt a Népstadionban. Ennek még egy óriási története van, hogy nem hagytam hozzányúlni senkit. Éveken keresztül, akik jöttek ide be a múzeumba, hogy megnézzék és megkérdezzék, hogy tulajdonképpen ez a pár cipő mit keres itt. Még mindig az akkori Népstadionnak a fűszála kettő, úgy ahogy van, itt volt ezen a stoplin. Két hónappal később jött az újabb búcsú. Ezúttal a Nemzeti 11-től. Véletlen volt, vagy tudatos választás, ki tudja. Az ellenfél Jugoszlávia volt. A jugoszlávok elleni mérkőzés, ott nem éreztem magam annyira otthon.
Ifjabb Albert Flórián, Albert Flórián fia, ferencvárosi és válogatott labdarúgó. Tehát én is egy kicsit feszült voltam, mert mindenki mondta, hogy hú, az édesapukának az utolsó válogatott meccs, és akkor az ember ilyenkor stresszes, pedig nem is én szerepeltem, hanem édesapám, de mégis valahogy átjött rám ez a fajta kis nyugtalanság. Bocsánat, mi ez a nagy tömeg a bazilika körül? Maga nem tudja. Hát esküszik a Flóri. Nem tudtam, hogy a Flóri itt meri tartani az esküvőjét, és hogy nagy dobra veri. Ide hallgasson maga, Pancser. Először is, ha a Flóri valamit nem merne, akkor nem lenne Flóri. Ha nem itt tartaná az esküvőjét, akkor megint csak nem lenne Flóri. De ha nagy dobra verte volna, akkor sem lenne az. Éppen, hogy nem verte nagy dobra, mégis ennyien jöttek el. Mert ő a Flóri. A gyerekkorunkat meghatározta a sok edzőtábor, meg az, hogy rengeteget volt apa külföldön. Ez azért persze gyereknek rossz. Nagyon sokat voltunk a nagybátyáméknál, és hát ugye a nagybátyám ugye hasonló karakternek minden nagyon sokszor ugye volt az, hogy szinte őt azonosítottam benne, ő volt az apa kép. És bizony volt olyan, hogy a repülőtéren is úgy nem értettem, hogy fó, hát most ki tulajdonképpen összekevertem a nagybátyámat az édesapámmal. Kicsiként nehezebb volt, ez nyilván több terhet rólt az édesanyámra, aki viszont feladta a saját karrierjét azért, hogy valakinek engednie kell. Hát ugye ő neki volt egy ígéretes színésznői pályája, gyönyörű volt, kedves, ugye ifjú tehetség, és ő vállalta fel azt, hogy ő marad. Ő neveli a gyerekeket, és így apának nagyobb tere volt a külföldi utazásokhoz, az edzőtáborokhoz. Nagyon sok idő telt el egyébként, amíg egyáltalán visszament. Emlékszem, egyszer talán középiskolás lehettem, és akkor mondtam, hogy menjünk el a Vidám színpadra, nézzünk meg egy színdarabot, és akkor ott fogadták azok a színészek, akikkel ő még együtt játszott, tehát Csalla Zsuzsa, Kósa András, stb. És bementünk az előadás után a színfalak mögé, az öltözőkbe, és akkor láttam, nagyon meg volt hatva, és mondta, hogy ő gyakorlatilag azóta nem volt ott, és úgy érdekes érzés volt, és tudjuk, hogy úgy át is gondoltam azt, hogy hülye azért, mi játszódhat le benne, hogy ő mégiscsak ki tudja, hogy mi lehetett volna belőle, de aztán én egyetlen egyszer nem hallottam azt, hogy ő most ezt megbánta volna, vagy sem. Végül is mondjuk talán az idő igazolta az, hogy apa befutott egy olyan pályát, egy olyan karriert, ami lehet, hogy összínésznökként nem ért volna, és ő ezt így utólag, hát nem az, hogy belátta, de azt gondolom, hogy tehát ezért panaszkodniuk, ha nem volt. Az apa, hát éppen most találtam egy belépő, egy 50. születésnapjára volt, készült külön egy belépő, és megtaláltam apa írása van rajta, hogy az én ércsikiemnek, a drága feleségemnek, akinek mindent köszönhetek. Szerintem ebben benne van minden. Az Albert Flórián év az mennyire befolyásolta a pályafutásodat? Nagyon. Ahogy a tartalékba kerültem és aláírtam a szerződésemet, 86-ban fölkerültem a nagy csapathoz a Dalnok Jenő bácsinál, akkor már kezdtem érezni, hogy ho-ho, hát itt nagy bibi van. Jött a média, akkor érintett meg először a média, tehát hogy ez miről szól, tehát hogy itt jön az új megváltó, a császár után, a fia is, majd ő is itt mit, milyen karriert fog befutni. És nekem meg 3 kőkemény év kellett ahhoz, hogy én ezzel megbirkózzak. Apu nagyon szigorú volt velem, tehát ő mindig fa mögül nézte a meccseimet serdülőbe. Ha hazafele jöttünk haza és nyertünk és esetleg jól játszottam, akkor csak annyit mondott, hogy jó volt fiam, de. És elkezdtem mondani a hibáimat, és hál' Istennek eléggé fölkészített erre a profi életre. Tehát mindig a negatívumokat mondta,
és mindig a kudarc tűrőképességem az erősebb legyen. Azokat mondta, ami sajnos nála bekövetkezett 69-ben. Tehát, hogy erre nagyon fölhívta a figyelmet, hogy a futball az az életnek egy szép része, de az egy ideig tart, és utána majd mi lesz. Azzal foglalkozott, hogy nekem majd jó legyen a későbbiekben is. Ne csak akkor, amikor fénypompa van, hanem utána is. Amikor edzőként megnyertük a bajnokságot, és Diógyőrben voltunk, és a Flóri bácsi már mint szülő, vagy mint egy ikon volt velünk természetesen, és a kis Flóri játszott, de ott láttam egy olyan kitárulkozó boldogságot tőle, amit se előtte, se utána. Tehát amikor elengedte magát, és örült a csapatnak, de különösen, hogy az ő fia mennybe ment. Szerintem neki is néha nyomasztó volt hallani, hogy a fiad ügyes, miért nem válogatott, miért nem bajnok, miért nem meghatározó ember a Fradiba, és ezt, hogy apu is szerette volna, és éreztem rajta, hogy ez neki is kell, tehát az ő boldogságának, a családnak, mindenkinek. Nem baj, ha múlnak az évek, erről mi nem tehetünk. Eddig is múltak az évek, de nem múltak nyomtalanul. Itt elhiába lett más a világ, öregem csak így tovább. A világéletemben nekem Albert Flóri volt a kedvenc játékosom, és a barátom, az ezredes, az elvitt a Fradiba. Sánta Sándor, vendéglős. Mert akkor volt a dr. Törös Lajos a létesítményigazgató, és ő bemutatott az Albert Flórinak, és utána megbeszéltük, hogy lejönnek, és akkor elnevezik az ételmet. Ez történt 1999. június 14-én. Az elejétől kezdve megvannak a képek, amikor itt is a faültetésről szól, ott van Flórit, még dolgozni nem láttátok, mert ő a futballistának született, nem kertésznek, de azt a tiszteletet, hogy ő ültette a fát. És onnastól kezdve minden bajnoki meccsen fent találkoztunk, és 60. 65. születésnapjától a 71-ig mindenütt részt vettünk, mert olyan barátságba kerültünk, hogy az elválaszthatóan volt számunkra. Nézzétek meg, ott a Flóri, és ezt az örökséget senki nem tudja elvenni, hogy ott az étterem előtt, Fradi vendégül. Én azt nem is gondoltam volna, hogy egy aranylabdás, a Magyarország egyik legjobb labdarúgója. Pap József, ezredes, nyugalmazott katonatiszt. Ilyen közvetlen és emberi tud lenni egy olyan egyszerű emberhez, mint én, akinek aki én ugyan nagyszerű szakértő vagyok a lelátóról futballba, de hogyha azért jönne egy félmagas labda, nem tudnám levenni. Flóri itt szokott ülni ebbe a boxba, itt általában így középtájon, hogy lásson mindenkit, azt Flóri szerette, és hát tulajdonképpen akár akartuk, akár nem, ő volt a társaság központját. Hát ugye én 33 évig katona voltam, és valahányszor találkoztunk, főleg a társaságban, azt egyszer nem hagyta ki, hogy nem mondta volna, hogy hány világháborút, vagy hány háborút nyertetek meg ti. És akkor én azt mondtam mindig neki, hogy Flórikám, ahány világbajnokságot ti, és akkor ebbe maradtunk, röhögtünk egyet, és kész. Valamikor itt volt a piacon egy nagyon nagy volt, ide kerültem 69-be, és megismerkedtem a Flóriékkal, Irénkével, a kedves feleségével, ide jártak vásárolni, és az első csomagját ide hoztam ki a parkolóba, a kocsijába, és innen indult a barátságunk. Aztán idő haladtával meghívtak a lakásukra, részt vettem néhány találkozón. Vakuja László, a hentes, barát. Finom halászét főzött Irénke, amit nagyon szerettünk, a pacalpörköltet, és egyre többet jártam fel, mert közel laktak itt a Széfőgyúr 92G-be. Néha elmentük a szülemet meglátogatni, kijártunk a nyaralójukba, nagyon jól éreztük magunkat. És hát így folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, együtt jártunk mérkőzésekre, akkor ő volt a technikai vezetője a Ferencvárost, amikor abba hagyta a labdarúgást, és részt vettem egy-egy utazáson, bajnoki meccsekre kísértem őket, úgyhogy benne maradtam a labdarúgás szeretetében, és a Flóri mellett lehettem egy életen át. Az utolsó 15-20 évben csak kizárólag hozzá nyert. Főleg, mint az Irénke meghalt, és jöttek az unokák, ugye bevállalta az unokákat, és nem járt sehova, csak kizárólag hozzá. Figyelj! És? Uraim, tálalva! Parancsolj! Szevasz, Flóri! Szevasz!
a legnagyobb korszakába, a legdicsőségesebb időszakába nem tudta a népszerűségét olyan szinten közönség szeretetre is váltani, ahogy nagyon sokan mások. Írtó érdekes, mert idősebb korában, az utolsó 15 évben, akivel beszélek, az mind azt mondja, hogy ha bement a székházba, a legnagyobb szeretettel és a legnagyobb örömmel a Flóri fogadta, ha kellett 4000 könyvét és 5000 szalvétát és 3000 abroszt írt alá a nevével, tehát teljesen más lett az idős korán, mint akkor volt, de abban az időszakban ez a fajta népszerűség őt taszította. Az a kor az nagyon kikészítette valamilyen téren, tehát hogy őt fölemelték abba a korba, hogy ő egy bálvány, de viszont semmit nem engedtek meg neki az akkori rendszer. Ő pincébe, félszuterénbe lakott, téglával fűtöttek, alig tudtak mosakodni, és ő akkor már válogatott játékos volt. És a vége felé ő inkább nyugodtan szeretett volna élni. Az edzősködés talán ezért sem vonzotta a császárt, aki többnyire más tisztségekben szolgálta szeretett klubját, bár egy ifjúsági korosztály irányítását azért elvállalta. Jó Isten megadta nekünk azt az ajándékot, hogy csak nekünk lehetett Magyarországon edzőnk, meg a Líbiában, Bengáziban egy csapatnak. És nagyon büszkék voltunk rá, és ide jártunk, itt találkoztunk mindig. Bánki József, ferencvárosi labdarúgó. Jött a galambősz frizurájával, a jellegzetes járásával, ezért éltük az életünket. Hát nagyon nagy élmény volt, nagyon szeretett bennünket, és mi is nagyon szerettük őt. Nem tagadom, néha a szülői értekezletet tartottunk a Ferenc körúti borozójában, ahol mi nem kaptuk meg azt a menüt, mint a szülők, de jó hangulatú szülői értekezletek voltak. Olyan boldogok voltunk, hogy a császárra kényszerítőzhetünk. Hát mi abban nőttünk fel, hogy a stadionban jártunk, és néztük a góljait, meg egyáltalán a stílusát. Hát egy arisztokrata volt, egy főúr. Hát sose felejtem, mert hát ugye a szülők is mind méregzöldek, hát az apu is mondta, hát ez ilyen eleganciával futballozni Magyarországon, az azért nem is. Talán Kocsis Sanyihoz mérhető volt a szeretete. Hát nekünk óriási kitüntetés volt, hogy ő lett az edzőnk. Hát repültünk, na, az örömtől. Hát én 1990-ben, amikor ide kerültem a Ferencvároshoz, én onnantól ismertem a Flóri bácsit. Én úgy gondolom, hogy egy rendkívül olyan embert ismertem meg benne, ami tiszta, igaz ember, és szókimondó volt világ életében. Én megmondom őszintén, nagyon örülök, hogy egy ilyen emberrel tudtam nap mint nap találkozni az Üllői úton, itt fönt az első emeleti szobájukba. Lipcsei Péter, ferencvárosi és válogatott labdarúgó. És legalább mindig egy héten négyszer, vagy ötször fönt voltam minden edzés után a szobájukba, és leültem, és kikértem a véleményüket. És én boldog voltam, hogy ez az emberre nap mint nap kezet foghattam. Az utóbbi 6-7 évben a Flóri bácsival itt néztük az utánpótlás mérkőzéseket Ákosi Gyulával, Szűcs Lajossal. A Flóri bácsi az majdnem, hogy azt mondom, hogy a reggel 9-től délután, hát 2-3-ig, attól függ, hogy meddig tartottak a mérkőzések, ő állandóan itt volt, állandóan. Ő úgy nézte a mérkőzést, ami a játékos volt. Eipel Ferenc, ferencvárosi játékostárs. Intelligenciával, türelemmel, és soha nem nyilvánított semmiféle véleményt, még akkor se, hogyha véletlenül ügyetlenebb vagy ügyesebb játékos látott. Felcsillant a szeme akkor nyilvánvalóan, amikor az ügyesebbeket tudta, vagy jó megoldás volt, de én még nem hallottam olyat, hogy korholt volna a gyereket. Megpróbáljuk fejjel a levegőbe tartani a labdát. Álló helyzetre, gyerekek. Gyerünk, gyerekek! A napunak egy olyan kisugárzása, tehát úgy tud néha beszélni a gyerekekkel, vagy úgy tud rájuk hatni, hogy annak van nyoma. És tud a gyerekeknek olyanokról beszélni, vagy még annyi idős korban is olyat mutatni, ami a gyerekben benne marad. És ez valahogy, ez is egy kicsit misztikus, ez ilyen megfoghatatlan, hogy egy olyan gyerekkel, aki az, tehát akkor látja először, de csak hall róla. És a harmadik, negyedik nap meg már majdnem, hogy mellett akar ülni, és mellett akar meccset nézni. Keresik a közelségét. És ő velük is ugyanúgy elkezd poénkodni, mert jó értelemben az volt az élete, tehát a vidámság, a nevetés, a poénkodás, és akár egy 8-10-12 éves kisgyerek is ugyanezt el tudta érni. Én azt hittem, kirukasztod a labdát, spiccel. Nem baj, szépen csináltad.
nem is nagyon emlékszem közös nyaralásokra sem, mert mindig nyáron is valami volt, torna, turné, tehát... És talán azt gondolom, hogy az unokáival azért ez bepótolta. Tehát ő annyira imádta a három unokáját, és annyira rajongott értük, és tényleg nem tudtak a gyerekek olyat kérni tőle, amit ő nem adott volna meg. Volt türelme ahhoz, talán nem is gondolnák, hogy órákon keresztül Fekete Pétert játszott a gyerekkel, volt türelme sakkozni, tehát olyasmihez, amihez lehet, hogy egyébként már nekem sincsen néha annyi türelme, mint ami neki volt a gyerekekkel. Itt passzolgattunk, általában amikor még kisebb voltam bent a lakásban, az előszobában még nála volt kertje neki is, passzolgattunk, megtanított, hogy kell csavarni ilyenek, még mikor kisebb voltam. Szinte minden meccsemre járt ki, és mindig úgy lelkesen nézte, de nem a többi szülő, hanem inkább így elbújt, és onnan nézegette a meccseimet. Albert Patrik, Albert Flórián unokája. Nagyon sok hasznos dolgot mondott, hogy nem kell rá stresszelni a gólra, hanem hogyha jól játszol, az jön magától, és nem kell görcsösködni. Ez volt a leghasznosabb. Mindig itt ültünk a fotelon, néztük az NB1-es meccseket, átjött ebédelni, és akkor nagyon vicces dolgokat mondott, végig nevettem rajta, úgyhogy nagyon jó emlékeim vannak róla. Az élet azonban nem csak derűs pillanatokból áll. Az első sebet a császár szívén rajongásig szeretett feleségének korai halála ejtette. Pont új házba költöztek, egy új szakasz kezdődött volna az életükben, amikor ugye nagyon hirtelen ment el. Szerintem ez a fájdalom, ez azért benne volt végig, mert azért bárhol nézzük, mindig megemlítette anyát, csak ezt nem szerette volna szerintem kifelé is kiadni ezt a fájdalmat. Később a Ferencvárosi Klub adminisztratív másodosztályba sorolásával, illetve a tulajdonosváltással nem szükségszerűen együttjáró, kiszerű kényelmetlenségekkel is szembe kellett néznie a császárnak abban a stadionban, melyet időközben ki másról, éppen róla neveztek el. Amikor itt volt ez az angol időszak, amikor itt már befalasztak mindent, már mindenről szól, csak nem a Fradiról, és amikor Flóri bácsi minden nap megjelent a klubházba. Ha befalaszták a folyosót, akkor körbe ment elegánsan, nem szólt ő senkinek, nem hívott össze sajtótájékoztatót, nem nyilatkozott a televíziónak, hogy milyen sérelem érte. Elegánsan minden reggel bement a klubházba, és abban az időszakban őszintén mondom, ő volt a Fradi. Óriási respektje volt a vezetők körében. Már szinte azt lehet mondani, hogy akkor is ő jelentette a klubot, a Ferencvárost. Hogy aztán utána ezzel hogy gazdálkodtak, az viszont meg megint egy másik kérdés, szerintem nagyon rosszul. Fel kellett volna az Albertot menedzselni egy olyan nagyságra, mint a Beckenbauer a német futballba. Ezt minden további nélkül meg lehetett volna tenni. Meggyőződésem, hogy avval, hogy ez nem történt meg, a magyar futball nagyon sokat vesztett. Mindig mondják, csak a szó a szép, de hogy tettek is kellenének. Tehát, hogy én fölkérek egy Albert Flóriánt, akkor azt valahogy nem egy ilyen klubhelyiségbe két fröccs mellett kéne megbeszélni, hogy te, a Flórikám, léces vállalad már el, kapsz két öltönyt, ülj fel a repülőre, reprezentáljál. Ez nálam nem így működik. Tehát ott egy komoly feladatot kellett volna neki adni, amin elgondolkodik, és amit átlát, és amit, hogyha ő jónak lát, akkor lehet, hogy elvállalt volna. Tehát nem volt hivatalos olyan megkeresés részére, amire azt mondta volna, hogy na igen, ez volt, passzol az én személyiségem. Mert ő mindig segített a háttérbe, és azt nagyon kevesen tudják. Ha a nagyobb szakmai kihívások el is kerülték, elismerésben nem volt hiány. Nem sokkal 70. születésnapja előtt Albert Flórián a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét vehette át. Egy életre szóló meglepetés várt, mint annak idején a nemzet sportolója, akkor is itt kapta meg a kitüntető címet, most pedig lenne ez a kitüntetés, úgyhogy szívesen járnék erre minden hónapban. Nagyon nagy megtiszteltetésnek köszönöm, hogy pont alkotmányunk ünnepén kaphattam meg ezt a csodálatos kitüntetést. Yeah.
szépen! Hát hátasuk! Hátasuk! 74-ben, amikor abbahagyta a pályafutását, én akkor születtem. Czene Attila, olimpiai bajnok úszó. Persze, hogy hallottam róla, tehát nem kellett ahhoz őt látni, nyilván ettől élő legenda. Zoli megkérte ezt ajándékba? Meglepetés. Még van egy picit. Ez is a nagyságát mutatja egy sportolónak, ha mennyien eljönnek, és ahogy látunk, közéleti személyiségek, színészek, nagyon sokan itt vannak, zenészek, tehát nem csak sportolók, volt sportolók, nem csak volt labdarúgók, vagy jelenlegi labdarúgók, ez mutatja igazán azt a sikert, amit mindenki elismer, ezért vagyunk mi is itt. A 60-as években a Fradi kölyök csapatában futballoztam, és egy edzés után, a Fati bűnös edzés után jöttem ki a Bözsi nénitől, a szertárostól. Balázs Ferenc, zenész. És épp aki jött a Flóri valakivel, és elkezdtem vele beszélgetni, akkor még nem igazoltak le, csak próbajátékom volt, és tőle kértem segítséget, hogy szóljon már az érdekemben a Szágen Misi bácsinak, hogy ott maradjak a Fradi kölyök csapata. És egy ilyen világsztárt, ha ő nem így születik, el nem tudok képzelni még egyet, aki villamosol és busszal jár a Fradi pályára és egyáltalán az életbe, és két talpon jár, és én bennem az maradt meg, hogy az első ominózus, amit említettem találkozásunk óta, ugyanolyannak maradt meg, mint amilyen volt. Minden jó a világ, nincs jobb a világ. Hiába keresném, várják, nem talál. Isten őrizzetek talál. Akkornak a legjobb nótája? Csendesen mellett. Egyedül jár. Nem jár egyedül, csak... Egy csaltak a jó az. Amikor volt ez a súlyos sérülése, akkor gyakran mentünk ki Gödre a nyaralóba. Aracki László, barát, énekes. Kinaludtunk természetesen, mert ugye hát utána dinom-dánom vagy akármi. És elég az hozzá, hogy elérkezett egy olyan stádium a Flóra, amikor már fejeltünk, játszottunk. Na most, hát ugye azt hiszem, hogy a bal lába volt begipszelve, ha jól tudom. És mondanom sem kell, hogy én mindig a bal oldalára fejeltem azt. Hát ugye, hát a gipszes lábában hogy tud bal oldalra? Én minden voltam. Magas fiú minden, de úriember soha, mert olyanokat kaptam tőle, hogy az elmondanám. De mondom sem kell, hogy az így is megvert. Ő császárnak nevezik, akkor mi azt mondhatjuk, hogy ő egy csillaga volt az erdélyi magyarságnak. Hát valamit vissza kell hozni Albert Flórián foci iránti alázatából. Tőkés László, lelkész, politikus. Azon focistáknak a lelkesedéséből, akik nem zsebre játszottak, hanem szívből fociztak. Ferencvárosnak ez egy régi adóssága volt, hogy így mondjam, Albert Floriannal szemben, a császárral, hiszen ha a hűség mintaképét meg lehet valakiről mintázni, az Albert Florian volt, hiszen a Ferencvároson kívül soha nem ment sehova, semmilyen okból. Bácskai János, Ferencváros polgármestere. 537 meccset játszott ferencvárosi mezben, 383 gólt rúgott, tehát Ferencváros büszke is volt, és mai napig is büszke rá. Életútja szorosan kötődik a kerülethez, öregbítette Ferencváros hírnevét, ezért méltán megérdemli a Ferencváros díszpolgára címet. Átküldték őt a János Kórháznak az egyik szívspecialistájához, és rögtön felküldtek minket a professzorra, hogy van, ami nem stimmel az adatokkal. Kritikus az állapota, mert azt látta, hogy egy infarktusa biztos, hogy volt, de lehet, hogy kettő. És
Előttem van, hogy mondta, hogy na, azt mondja, látod, hát ide jutottam. Mit tett előtt, akkor már nagyon feszült volt. Mondom, mit vagy oda, szerve napot, sütötök-e, megbűtenek? Azt mondja, igazad van kicsi, vagy sikerül, vagy nem. Szerdán este én benn voltam nála fél hétig, a mit tett előtt 4 órát. Visszaadtam és segítettem, erősítettem, hogy épülj fel, jössz és szerveztük a jövőt. És mondom, vasárnap reggel jövök az a friss újságokkal. Déltájban jöttem el, tőle elköszöntem. Talán a sors így akarta, hogy én köszönjek el tőle utoljára. Mert már délután sajnos rosszul lett, és este meg meghalt. Ez egy emlékszoba, annak Lajosra díszítjük, vagy dekoráljuk, nem is tudom, hogy mondjam. És amíg ez a ház épület áll, remélem, addig ez a szoba így megmarad. Hát az 59 év az csak 59, és jóba, rosszba, hidegbe, fagyba, mindenbe együtt. És egyszerűen hihetetlen, hogy nem jön, hogy nem illott. Hogy az ember elment, és akkor utánam kiabált, hogy vagy a kicsi után. Lajos, visszanézek, és akkor ült a fotelbe, és szevasz. Jó humora is volt, és nagyon jó ember volt, nagyon jó ember volt. Az én fiam is, aki nem focizik, egy másik sportágban jeleskedik, azért ő is azt mondja, hogy te lehetek szerinted olyan, mint a papa. Tehát ő is érzi a 8 évével, hogy azért a papa nagyon klassz, és a papa világ legjobb nagypapája, de a papa azért valami mást is tett az életébe le az asztalra. Az életemnek ezt a részét arra szentelem, hogy az ő, hogy mondjam, személyiségét, az ő szellemi örökségét, vagy bármit, azt tovább ápolni, tovább vinni, de nem úgy, hogy mindenhol ez folyjon. Mert ő mindig az volt, aki kerülte a médiát, került az, hogy ő állandóan nyilatkozzon, bemenjen a tévébe, vagy róla szóljon minden híradás, de az, hogy ami tudom, hogy kell az embereknek, azt meg szeretnénk adni. A császár emlékére. Most öreg fiúk vagyunk, hajunk ezüstfehér, öreg fiú keftészé hajrá, a sírig kergetjük a labdát, zöld fejzeszünkön megpakult a szín, drade szaladt mély, ver a fradi szín, hogy szégyen ma se érje zászlón, ered csatál lő szét a háló, nekünk a pályom ma se bárson szép, öreg fiúk előre FTC. Sokszor reggel arra ébredünk, vajon meddig mehet ez így? Leomlunk, s újjáépülünk, de csak
addig, míg dobban a szív. Sírunk, nevetünk, zuhanunk, lebegünk, szárnyalunk és süllyedünk. Néha a földhöz csapódunk, majd újra felszállunk, az angyalokkal imádkozunk. Csak szállj tovább, hisz előtted az út, csak szállj rád, még annyi minden vár. Csak szállj tovább, hogy a múltak mit adunk, az mindig csak rajtad áll. Van úgy, hogy érzed, a leszálláshoz érsz, s megpihenni szeretnél. Átadni a helyet, hogy felszállhasson más, csodás küldetést teljesítettél. Csak szállj tovább, hisz előtted az út, csak szállj rád, még annyi minden vár. Csak szállj tovább, hogy a múltak mit adunk, az mindig csak rajtad áll. Hány és hány millió dobbanás, s mi csak repülünk tovább. Rajtad áll. Voltunk és vagyunk, mert haladni muszáj. Zavartan repkedünk. Indulunk, s megérkezünk. Születünk, s elveszünk.